Bonyhádi Városi Nőnapon a hölgyeket a sportcsarnokban köszöntötték. A nőnap alkalmával vagyunk itt, ez nálunk a városunkban, a kedves Bonyhádi Városunkban, ez már hosszú évek óta szokás. Korábban a művelődési központban tartottuk a ünnepséget, csak úgy tűnt, hogy a sokkal nagyobb igény van rá, úgyhogy most már talán harmadik éve, nem vagyok biztos benne, a városi sportcsarnokban rendezzük meg, ahol hát mintegy 700 hölgyet várunk. Tele lesz a lelátó, tele lesz az aréna, és egy neves művész, Király Viktor fog énekelni ma este nekünk. Az összes jelenlévő hölgy vendég virágot is kapott Király Viktor koncertje után. Minden férfinak szerintem ez jár a fejében. A nők azok, akik rendet tesznek, szelídséget hoznak egy családba. A nők adják a gyermekeinket, a nők gyakorlatilag a kisgyermekkortól a felnőttig, a nagymamáig, a dédnagymamáig a legfontosabb szereplői egy családnak. Ők a kovásza, ők tartják össze a családot. Potápi Árpád János, a térség országgyűlési képviselője köszöntőjében azt mondta, nagy öröm számára, hogy egyszerre ennyi hölgyet ünnepelhet. Külön megköszönte Filóni Ferenci Baja, polgármester asszony munkáját, aki a március 8-ai program sikeréért is sokat dolgozott. Én se tudok más mondani, mint az, hogy köszönettel tartozunk önöknek, hölgyeknek, és boldog nőnapot kívánunk mindenkinek. Reméljük azt, hogy egészségben, szeretetben fog telni a mai este és a következő esték is hosszú-hosszú éveken keresztül. A Faddi Művelődési Házban Bordács József polgármester és Horváth István országgyűlési képviselő színes, illatos, cserepes növényekkel várta az érkezőket. Horváth István arra szeretne biztatni mindenkit, hogy ne csak ezen a napon adjunk kiemelt figyelmet a hölgyeknek. Ilyenkor mindig egy kicsit nagyobb odafigyeléssel gondolunk és beszélünk a hölgytársainkról, de igazából azt gondolom, hogy a hölgyek azt várják, hogy ne csak ezen az egy napon, az év 365 napján megkapják a tiszteletet és a megbecsülést. Én is igyekszek ennek megfelelően tevékenykedni. Bordács József kiemelte a női nem szerepének jelentőségét a hétköznapokban. Ők hozzák életünkbe a tavaszt, a fényességet. Ők jelentik számunkra a napsütést, a rütmeparást. Általuk és értük leszünk jobbak. A tőlük kapott energiával leszünk mi, férfiak is képesek egyre többet és egyre jobban teljesíteni. A terem zsúfolásig megtelt, a Triász zenekar pedig pompás légkört biztosította a jelenlévőknek. A hagyományokhoz hűen Dombóváron is megünnepelték a hölgyeket. Azt gondolom, hogy mindig örömmel készülünk március 8-ára, és szerintem ma nagyon beletaláltunk, hiszen hazai pályán zenél a Konnektor zenekar, és Pápa Lacit imádja mindenki, és a Konnektor zenekart is. Egy picit részt vettem az elején, azt gondolom már a második szám után fergeteges volt a hangulat. Színházterem dugig telt, nyilván ennek is örül kinőttük, és azt gondolom, hogy ezért érdemes ezeket a rendezvényeket szervezni. Nyilván a 14 évei kezdés is azért alakult, hogy mindenki időben ide jöjjön, időben az tudjon menni, és a hagyományoknak megfelelően képviselő társaimmal egy kis szerint ajándékkal is készítünk a műsor végére. A Tolna vármegyei településeken gondos készülődés és rendezés előzte meg a nők ünneplését.